a migránsoknak kialakított tranzitállomás munkálatai a végéhez közelednek. Mivel azonban Szabadka és Palics környékén az elmúlt időszakban szinte teljesen megszűnt a migráns áradat, így nem tudni, hogy az épületnek lesznek-e majd lakói. A gázvezeték árkait temeti be a munkagép a Palicsi tó mellett található tranzitállomásnál. Az egykor kutyamenhelynek készülő épület köré egy komplexumot húztak fel, amely már szinte teljesen elkészült. A szomszédos házakban élők nem is tudták, hogy migráns befogadó központ épül a közelükben. Senkinek nem szóltak, hogy itt lesz vagy nem lesz. Egy szóval sem mondták ezt. Hát még mai napig nem szólt senki semmit. Csak építik maguk. Úgyhogy senkinek nem menzik. És önöknek ez tetszik? Hát nekem, én már idős vagyok, mindegy. De itt mennek a gyerekek iskolába, meg minden. Nem tudom, hogy jó lesz vagy nem lesz, azt majd meglássuk. Mi nem építenek nekünk ezt? Mi kis szegények vagyunk, nekünk sem nincs semmi, de próbálják meg nekünk is építsenek valamit. Segíjenek, mi rajtunk is, nincs nekem semmi kifogásom ellen. Ő nekik is kövélni, ők is emberek, épp olyanok, mint mi. Milimir Vujadinovics, a Szabadkai Városi Tanács szociális ügyekkel megbízott tagja szerdán személyesen is megtekintette a munkálatokat. Elmondása szerint Szabadka ezután is mindent elkövet majd azért, hogy a környéken ne következzen be humanitárius katasztrófa. Nećemo raditi, da kažem, tu terensku pomoć, nećemo izlaziti na lokaciju, imat ćemo centralizovano unutar ovog prihvatilišta, imati jednu ambulantu, adekvatno opremljenu, lekari će biti zaduženi za brigu o onima koji eventualno ovdje budu smešteni, hranu i dalje nastavljamo da donosimo kao što smo to radili i do sada posredstvom Crvenog krsta. Az épület együttesben már a radiátorok is melegek, de ez még csak a próbafűtésnek köszönhető. A migránsoknak kialakított befogadó állomáson a szabadkai gázművek biztosítja majd a fűtőanyagot. Ovaj projekat, odnosno ove radove, uradili smo po povlašćenoj ceni. Na taj način smo pomogli, mislimo, i lokalnoj samoupravi i ministarstvu gospodina Vulina. A migránsoknak kialakított tranzitállomás a várakozások szerint két héten belül megnyithatja kapuit. A projekt összértéke meghaladja a 300 000 eurót, amelyet németországi támogatásokból valósítanak meg.